Az amerikai nagykövetség és az Emberi Erőforrások Minisztériuma által USA nap megrendezésére kiírt pályázatra benyújtott anyaga alapján kapott lehetőséget arra a Nyíregyházi iskola, hogy megszervezze ezt a napot. A nagykövetség titkárság vezetője is tartott előadást többek között ösztöndíjprogramokról. Elsősorban arról van szó, hogy a multikulturalitás jegyében megismerjék a diákjaink az amerikai oktatási rendszert, illetve azokat a továbbtanulási lehetőségeket is, amelyek összekapcsolják a két országot. Az iskola aulájában amerikai ételeket kóstolhattak a diákok, az étlapról a legtöbben a mini hamburgert választották, de muffinokat és más édességeket is készítettek a krúdis diákok. Én kifejezetten az amerikai palacsintát csinálom. Ez abban különbözik a magyartól, hogy csak tejet tettünk bele, sokkal sűrűbb a masszája, és így vastagabb is a palacsinta, valamint a titkos hozzávaló az a sütőpor lesz, és ettől jön fel olyan vastagabbra a tésztája. Ehhez pedig juharszirupot, nutellát lehet kérni, vagy lekvárt, nagyon sokféleképpen eszik az amerikaiak. Az intézményben az amerikai kontinens őslakosai, az indiánok is bemutatkoztak, az egyik osztályteremben pedig egy az amerikaiak által kedvelt kaszinótermet is kialakítottak. A tanulók aktív részesei voltak a napnak, volt, aki Kolumbusz Kristófnak öltözött be. Én vagyok a világ legnagyobb felfedezője, Olaszországban, Genovában születtem, amúgy spanyol vagyok, és én fedeztem fel Amerikát 1492-ben. Az egésznapos programok keretében többen kipróbálták az Amerikai Egyesült Államokban kedvelt sportágakat, volt, aki kosárlabdázott, a legtöbben azonban az amerikai focit próbálták ki az iskola udvarán.